Jó estét kívánok! Kósa Lajos országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke volt a márciusi polgári kávéház vendége. A politikus, aki Vicman Mihály képviselő úr meghívására érkezett Siófokra, a közelgő EP és az őszi önkormányzati választásról tartott előadást, amelyet önök itt a Somogy Televízióban is megtekinthetnek. Ma rendhagyó Miért című műsorunkban Kósa Lajos beszédének azt a részét láthatják, amelyben a helyhatósági választásról beszél. Tartsanak velünk! Azt meg kell látni, hogy, hogy mi, az a, mi, az a, folyamat, ami Magyarországon ma pillanatjának zajlik. Mert én azt látom egyébként, hogy a, igazából a magyar ellenzékről az, az európai erők letettek, tehát az, a, az az elképzelés, hogy majd a magyar ellenzék egyszer csak összeszedi magát, és itt valamilyen választáson sikert fog elérni, ez így nem jött be az elmúlt időszakban. Mondjuk egész konkrétan 2006-tól nem jött be, tehát 2006 óta minden választáson a bal liberális erők vereséget szenvedtek Magyarországon minden választáson, tehát elég sok választás volt azóta. Úgyhogy, úgyhogy itt azt kell mondjam, hogy a, a tulajdonképpen most olyan esély, hogy az, akár egy önkormányzati választás szintjén beleszóljon a kívülről jelentősen abba, hogy mi fog történni Magyarországon, én ezt nem tartom valószínűnek nem olyan a helyzet. Meg sokkal nagyobb kérdések vannak napirenden, egy ilyen, most nem akarok senkit sem megbántani, de tényleg az európai politikában mondjuk egy ilyen Momentum, Párbeszéd, LMP, tehát ilyen két-háromszázikus pártokkal nem, nem, lehet, nem lehet értelmezni őket. Magyarországon nem, mert az ott fontosak, de az európai szintéren. Ugye az világos, hogy mi a saját erőnkre támaszkodunk, mert a, a velünk szövetségeseknek is megvan a saját bajuk, tehát a, olyan, hogy itt nagy európai ország, az olaszokat leszámítom, mert azok egyébként fordultak egy nagyot, a, erre nem lehet számítani. Az ellenzék mozgása pedig a következő egyszerű kérdést teszi fel mindenki számára. Van, van az önkormányzati választásokon alapvetően két nagy tábor. Van egy tábor, ezt tudják, hogy fidesz KDMP és a vele erők. A... Mi azt gondoljuk, hogy az önkormányzatoknak egy olyan lehetőséget kínálunk, amennyiben vevők rá, hogy csatlakozzonak a gazdaságpolitikánkhoz, a fejlesztéspolitikánkhoz, éljenek ezekkel a lehetőségekkel, csatlakozzanak a családvédelmi akciótervhez. Tehát az, amit a Fidesz még legalább három évig fog csinálni az országban, az, az szívesen együttműködünk bármilyen önkormányzattal. És van a más, és ezt kínáljuk mi? Siófoktól, nem tudom, nemesmedveség, vagy nyugodt, a vasaszony fától, szamosan gyalosig. Nem kötelező, férjét és neesség. Tehát eletető zárkózni, mert minden település pont olyan polgármestert és testület, választ magának, amilyet akar. Velünk lehet együttműködni szívesen tesszük. Ez, ezt tudjuk csinálni. Most nyitottuk meg a 77 milliárd forintos vidékfejlesztési programunkat az 5000 fő alatti településekre. Van kisvárosi fejlesztési programunk, területi és fejlesztési programunk, és van egy, van egy társadalmi politikánk amiben a fiatalokat, a, a vidéki életet, a teljes foglalkoztatást, az oktatás fejlesztését, tehát pedig talán azt a programot amit mi csinálunk, mert 2010 óta tán nincs olyan magyar ember, aki ne vette volna észre, hogy jelentős változások történtek az országban. Ez az egyik kínálat, és van egy másik kínálat, amit az ellenzék, így most tényleg lnp jobbikig kínál, az pedig a következő. Ugye értelmezhető programjuk az egyáltalán nincs. Semmilyen se. Ennek alapvetően kettő oka van. Egyrészt a az ellenzék szellemi, intellektuális értelemben teljes mértékben kiürült. Tehát a, azt kell mondjam, hogy a, én... Misi kedvesen említette, hogy már veteránnak számítok a politikában, de így konkrétan ö, erre utaltál. Tehát olyan sok minden voltam már, hogy szörnyű. De ne, vállalom. Ö, az az igazság, hogy a, én vagyok a legtöbbet megválasztott politikus az országban. Mert 90 óta vagyok parlamenti képviselő, és 98 óta ugyanabban a közöttben mindig megválasztanak, és még ráadásul négyszer megválasztottak polgárságnak Debrecenben. Tehát van... Nem azért mondtam, azt akartam mondani, hogy, hogy e, láttam már ezt-azt. Na most, Isten bizony egy Pető Iván az egy szellemóriás volt nem most volt, egy magyar bálint egy intellektuálisan komolyan vehető ember volt, a, és akkor most nem mondok az ellenzékből senkit, de képzeljék el az ellenzéki ilyen szociáliberális politikusokat, hogy ott ki ott a koncepciózus, ki az, aki, hogy gondol, akinek gondolata van, valami olyan, ami olyan rendszerbe összeáll, és valami kínálatot jelent. Tehát egy tehát a Lendvai meg meg a Kumóham Jágnes között nem csak a tá időtávolság, hanem egy olyan szakadék van, amit el sem lehet mondani. És ez nem csak egy elypsilonnak az elírásán múlik. Ö ö egy, egy jobb oldalon egy, egy csurka István, egy, fe egy, 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 egy ifjú fekete, meg, a meg ez, a ez a Schneider, nem tudom még kit mondjak a jobb oldalból, tehát ezeknek nincsen gondolatuk. De anyázás, azt nem nevezem most így gondolatnak, de hogy, hogy valamit úgy mondtak volna. Tehát én most nem egyetértve egyébként a csurkával, vagy a jobbikkal, csak azt akarom mondani, hogy egyébként azt kellett megérni, hogy Horn Gyula a mai balliberális ellenzékhez viszonyítva egy nagy államférfi. A maga kis pufajkás szözmöz módján. Tehát itt azért van egy nagy, nagyon jelentős intellektuális gap, vagy egy szakadék, és tényleg azt kell mondjam, hogy ez az egyik probléma. Tehát a, itt van egy, egy nagyon erős ellenzéki leépülés. A másik, ami miatt a pro, ezek a programok, hogy mit kéne csinálni, az az azért nehéz, mert ugye, hogyha az egyik párt mondjuk egy ilyen liberális állásponton azt mondja, hogy a gyerekek, osztjuk, osz szét a cigányok között a pénzt, mert ez az a politikánk, egy velük szövetséges másik párt meg azt mondja, de én most akartam agyonverni őket. Hát akkor mi a kompromisszum? Pénzzel verjük agyon, vagy mit csináljunk? Mert ugye ott van egy radikális cigányellenes párt a Jobbik, ami, ami, tehát az egy, nem, nem kell ezt alátámasztani, szerintem mert mindenki látja, meg olvassa éreket. Itt mi a kompromisszum? mi a terv? És akkor itt van egy olyan probléma, hogy, hogy egymással elvi alapon szöges, ellentétes dolgokat gondoló pártok fognak össze. Ebből nem lesz program, ebből egy dolog lesz, pénz kell, meg hatalom, semmi más. Beülünk, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Na most ez nem rossz program nekik, de a, talán a településeknek annyira nem vonzó. És az a helyzet, hogy látunk ilyen településeket, ahol az van, hogy a jobbiktól az LNP-ig mindenki összefog a Fidesz ellen, az ott egy rettenetes belháború. Folyamatos, Anyá, egymás között is, tehát én nem arról van hogy ők, ők egyetértenek egymással, egymás között is, anyázás, kizárás, keresztbetelés, akkor most én a Lampert Mónika előterjesztését leszavazom, mert bár támogatom a Káposztás Megyeri Polgármestere és vagyok, is ott kiszúrt, és akkor most ők a saját fog saját nem tudnak egy költségvetést elfogadni egy közgyűlésben. Tehát a, ez egy nagyon veszélyes kínálat egy településnek. Mert hát nem kell mondjam, hogy igazából kompromisszumokat, mert a település vezetésnek ott valami tapasztalatom van, mégiscsak az a lényege, hogy képes legyek kompromisszumokat kötni az emberekkel, meg a helyi település elitte. De kompromisszum csak akkor tudok kötni, hogy erős vagyok, mert akkor, ha engedek, még mindig nem vagyok megsemmisülve. Ha, ha semmim nincsen, akkor nem tudok semmiben sem engedni, mert abban a pillanatban elfoszlok. Tehát itt van egy olyan sajátos helyzet, ami miatt a, sem intellektuálisan, sem pedig a politikai pozíciót leosztva nem tud mit kínálni az embereknek az ellenzék. Helyi szinten sem. Ettől még egyébként mindenki arra szavaz, akire akar. Csak itt nagyon fontolják meg, mert ez nagyon veszélyes lehet. És hát ugye a települések között van egy nagy verseny. A, és hát önök ezt talán jobban ismerik, mert mégis csak debreceni ember vagyok, csak időnként szoktam erre jönni, de én nekem a Tisza meg a Tokaj, és jóval közelebb van, mint a Balaton. De hát, hogyha van egy ilyen, van, mondjuk meg kell nézni, hogy Balatonfüred a, a bóka alatt, ami egy teljesen világos koncepció volt, az valóban a, 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 ennek a, a Balaton felvidéknek a fővárosává nőtte ki magát. És egyébként onnan ismerem a helyzetet, hogy a, a velük... Debrecen egy ilyen testvérárosi kultúra és együttműködést kötött, és fantasztikus az, amit csinálnak. És azt látom, egy kicsit így fáj, fáj a szívem, hogy, hogy ezt most itt konkrétan Siófok meg nem tudta ezt az integrációt megcsinálni, hogy Siófok legyen akkor a déli part fővárosa. Most is az egyébként, de, de most a számok alapján, a nagyság alapján. De ne, nem látom azt a mozgást, azt, amit a Füreden, tudnak csinálni, és tényleg felülelik egyébként majdnem Veszprémig a, az együttműködést, és van egy világos koncepció, és szerintem jó, amit a, a Bóka polgármester úr és csapata csinál, az tényleg én, nekem az nagyon tetszik. Én ezt hiányolom a déli partról, ahol egyébként, ha Siófok nem csinálja meg, ne, nem nagyon tudja más megcsinálni, mert olyan az egész település szerkezet, hogy valahogy így alakult ki. Úgyhogy én azt, arra biztatok mindenkit, hogy, hogy, hogy a következő öt évet semmiképp sem hagyja ki mert úgy ne, sok, az, sok az öt év, eltelik az idő. Főleg úgy, hogy a többiek meg mennek. És egyébként én megvalom őszintén nagy tiszteletem mindenki iránt, aki politikával foglalkozik, mert a közügyekkel foglalkozni az fontos dolog, de szólójátékosként az úgy nagyon nehéz. Tehát az egész más az, én mikor ellenzékben voltam Debrecenben is, volt egy óriási politikai közösség mögöttem, úgy hitták, hogy Fidesz. Nem csak Debrecenben, országosan. Ezért el tud, egy csomó olyan dolgot el tudtunk érni, amit egész hihetetlen, hogy el tudtunk érni. A, a, nem tudták megcsinálni a szocialisták bár bármennyire akarták, hogy megfékezzék azokat a fejlesztéseket, amelyeket közösen kivittünk, mert egyébként volt, volt rá erőnk, lehetőségünk, és még bennük is találtunk partnert. Szólójátékosként ez nagyon nehéz látom, hogy van, aki ezzel próbálkozik, Márki Zaj. Ö, ö, a, egy részben egyébként csak a Márki Zaj az egy, hát hogy is mondjam, tehát a Márki polgármester úr a saját személyiségének, és az a saját személyisége bemutatásának sokkal több fontosságot tulajdonít, mint amennyi annak van. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek két lehetősége van, vagy ő szerepel, akkor primadonna, és ezt foglalkoztatja, vagy olyan fantasztikus dolgot csinál a városban, ami után a városon keresztül lesz népszerű, vagy ismert. Én inkább ezt az utat ajánlanám mindenkinek, mert ráadásul mert nagyon stabilitást ad az embernek. Na most a, az önök polgármester is egy kicsit hasonló figura, csak amíg a Márki mondjuk nyertes lehetne egy Hazug György Hasomás versenyen, a, és egy, van egy ilyen, ilyen sáros úri fiú kinézete, a pont a siófogi polgármesterek, ez nem adatott meg. Nincs vele semmi baj, csak nem ilyen alak. Tehát úgy értem, hogy a Alkatilag is olyan, akit mondjuk az országos média nehezebben kap fel. Ne tessenek nevetni, ez, ez nem baj, nem baj, csak azt akarnám mondani, itt, itt én arra akarok utalni, hogy, hogy a, hogy a, ez a független, jelentős települése, mert a falva világában mindenki független, az teljesen van. De a jelentős településeken, ahol én vezetni akarok, integrálni akarok, csapat nélkül függetlenként az nem fog menni. Ez eddig senkinek nem sikerült. 90 óta nem sikerült. Tessenek megnézni. És azok a települések, akik különböző okok miatt ezt az utat választottak, nem voltak sikeresek. Ként, a, ez csapatjáték. Hát ez olyan, hogyha vagy én kézzel indulok, akkor nem lehet olyan csapatot csinálni, hogy van egy kiemelkedő játékos, most nincsen senki mellettel, ki fog kapni? Hát jó, hogy az, az, de akkor a színei látszanak, de akkor sem. De nem, értem lesz értelmezhető produkció. Ezt lehet tudni. Úgyhogy én ezeket szerettem volna önök, az önök figyelmébe ajánlani, és hát az önkormányzati választásra is nagyon készülünk, és természetesen a Siófokon is nagyon készülünk, úgyhogy nem, nem először és nem is utoljára vagyok itt, és még biztos jövök is, mert nagyon jó lenne, hogyha a, nem lenne fél, ezt most egy országos szempontból mondom, nem csak azért, mert most Siófokért élek, halok, hanem, hanem ugye a Balaton régió az egységes. Az ország idegenforgalmi térképe szempontjából. Az, az nem, nem, nem jó, hogyha, a, hogyha féloldalas ez a politikai leosztások miatt. A délre is szükség van. Más igényeket elég, elégít ki, hagyományosan másokat, arra nagyon szükség van, de azt, de azt kellene csinálni. Siófok vezetésével. És hogyha ezt nem csináljuk, akkor, akkor az ország is kárát szenvedi egy kicsit. Nem nagyon, de egy kicsit. És azt én szívemből sajnálnám most túl az, hogy szerettem ide járni. Lokis Jófok meccsekre. Voltam is néhány szor. Nem mindig jó emlékkel távoztam, de azért a sportbarátság megmaradt. Jó lenne újra visszatérni Desi Jófokra. Kósa Lajos a Polgári Kávéház rendezvényén tartott előadásának további részét hétfői adásunkban láthatják 19 óra 30 perckor. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!